Sziasztok, üdvözlök mindenkit! A Mindjárt Kezdünk felirat már fut, ami azt jelenti, hogy én és a vendégem itt vagyunk már a stúdióban, körülbelül fél perc is kezdünk. Köszönjük szépen mindenkinek a figyelmet, aki velünk fog tartani élőben. Sziasztok, üdvözlök mindenkit, Mére Gatilla vagyok. A Bécsi Rádióren stúdiójában üdvözletem Bújtor Balást. Szervusz Balást, köszönöm hogy be tudtál jönni a Szervusz, mandatón. és köszönöm a meghívást, és üdvözlöm én is a hallgatókat. Kedves nézők, hallgatunk, ha valaki Bécsben élne, és estére még nincs programja, Balást ugyanúgy élőben el lehet csípni, úgy, mint én itt a stúdióban, csak a Kollégium Hungarikum épületében lesz egy filmvetítés a Pogány Madonnáról, Madonnával. Majd ezzel kapcsolatosan fogunk majd beszélni, de hát oda el kell jutni, szóval velünk kell tartanatok. Kicsit spoiler, ezt a műsor végén fogunk majd az aktualitásokról beszélni. És akkor Balázs, kezdjük is, hogy ahogy egy utána olvastam, utána jártam, azért valamilyen szinten neked így a sors meghatározta, vagy ez kijelenthető, hogy egy ilyen művész családba beleszületni, az, az magával hozta, hogy igen, ez művész karrier lesz. Ezt azért kérdezem, mert valahol nyilatkoztat, hogy kétszer abba akartad hagyni a pályádat. Lehet, volt többször is, ezt nem tudom mikor nyilatkoztat, hogy ez mennyire volt egy, egy rögös út, mennyire volt evidens, mi volt ez a kettő olyan szituáció, ami nem azt mondta, hogy akkor én inkább elmegyek, nem tudom, közgazdásznak. Na, ilyet nem mondtam. Hát <laughs> Autóversenyzőnek maximum. De, hát az volt, hogy ugye édesanyám Perényi Eszter Hegedű művész, nagybátyám Perényi Miklós Gordonka művész, és én zenész lettem. Tehát azért ez, nagypapám is zeneakadémián tanított 30 évet de diplomázott zeneszerzésből, tehát egy egész komoly ilyen zenés, zenés, muníciót kaptam, nem beszélve ugye a másik ágon, Frerejsz Károly, ugye rock, legenda, basszusgitáros, és hát édesapám bújtorista, István, ugye aki színész volt, nem beszélve ismét Latinovics Zoltára, tehát mindig valakit kihagy az ember. Ugye lehetem a szakács is, mert pedig Gundel Károlya Szeret, szeret főzni a Nem, nem, az, azért nem, ez úgy van, hogy nem is iszom, meg nem is főzök, azért nem főzök, mert azt, ami rám jutott volna, azt szerintem a dédapám már előre megfőzte. Tehát előre nekem már nem kell, és ugyanez van az ivással is, hogy szerintem az előző generáció azt már megitta, ami rám jutott. Úgyhogy így ö, kihagyom ö, ezeket a dolgokat, de nagyon jókat tudok enni, és ahogy apám mondta, szeretem a finom és a nem finom ételeket is, ahogy de ahogy a 83-ban vagy 8 évesen elkezdte hegedűt tanulni? Én először 5 évesen kezdtem a hegedűt bocsánat. tanulni, nem először, mert akkor ovis voltam, és hát nagyon sokat voltam beteg, meg nyava nyavajás voltam állandóan, és akkor le, akkor abbahagytuk, és akkor 8 évesen elkezdtem hegedülni. tanulni. meg a tanárom nevét, baranyai Valériának hívták, és egy nagyon komoly e, istálló jött ott nála össze, nagyon sokunkat felvettek az Zeneakadémiára, a, Zene a Konzervatóriumba, később nagyon sok, elég komoly hegedűs lett belőlünk, kis tök magokból, úgyhogy ő indított el az alapokon. Ő is meghatározó volt abban, hogy te végül te zenei pályán maradtál? Igen, igen, igen. Főleg egyébként aztán 13 éves koromban fölvettek a Zene Akadémiára és akkor Sós Natasa osztályába kerültem, ez a két tanárom volt, úgyhogy na, őket elmondtam, ő neki nagyon-nagyon sokat köszönhetek talán talán a legtöbb. mi volt ez a kettő szituáció, amit nem tudom, hogy konkrétan a és miért maradt a végül, Meg, meg persze. A, hát az volt, hogy, hogy fölvettek, ugye nyolcadikba úgy jártam iskolában, hogy a Trefort utcába jártam, a Trefort akkor nyolcosztályos volt, csak még nem úgy hívták. Tehát ötödiktől nyolcadikig jártam oda, és mellette előkészítős voltam a Zeneakadémián, ami úgy hívták, hogy a különleges tehetségek osztálya, tehát akit felvesznek az Ellen Akadémiára a 13 évesen, az, az ügyes. Én és akkor, igen, és, és akkor az volt, hogy, hogy ez rettentesen sok volt együtt a kettő. Tehát gyakorlatilag egy, 13-14 éves voltam, 88-89-ben, és a vasárnap délelőtt volt szabad. Tehát ez picit kevés volt. Ugye éreztem, hogy ez így nem olyan jó. De aztán azzal biztattam magam, hogy nem fogok a maradni. Tehát ez nem is családi ilyen nyomás, hagyd meg, hogy te döntsél? Abszolút, mindig. Nem volt soha beleszólás, maximum elmondta mindenki a véleményét, de nem nyomás. Szóta, senki nem, nem, nem helyezett rám. Se a apám, se a anyám, senki. És, de jó fejek voltak nagyon. Mondjuk az autóversenyzést azt nem támogatták, úgyhogy ja, a, nem ab, abban nem. Nem, 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 én tényleg autóversenyző akartam lenni. Van erre filmes bizonyíték is egyébként egyszer, egy Molnár Margit nevű, amíg emlékszik, valaki volt ilyen, hogy főzöcske, de okosan annak volt a műsorvezető, és csinált ilyen családokról és a, rólunk is csinált filmet, és ott kérdés, mi lesz -e, ha nagy lesz -e. voltam hat éves, és rávágtam, hogy autóversenyző, de így csípőből. Úgyhogy tényleg az akartam lenni. Ezt nem támogatták, nem, most már nem baj, hogy ez és vezetni még vezetni? mert nagyon, az így öt persze. év alatt Budapest-Bécs, nem Budapest-Pécs, Pécs, Pécs, két, 250 ezer kilométer. Nagyon, van, hát egy olyan egy millió, mind? kilométer már van a lábamban. Én nagyon. pedig nem szeretek vezetni, tehát Na, jaj, én, már nagyon gokártoztam, mai napig van és beszél, ritkábban használom. De nagy, szóval mindegy, ez egy örök szerelem az autó, autózás. Motor is, csak hát az, az, most nem olyan jó. És milyen autóval kéznek. jöttetek ide? Szíma, most, egy, most, egy, igen, egy villám, villámgyors 1002-es kombi ladá valami rendőrségi színekben pompázik. Úgyhogy... Akkor még két szót ejtsünk, hogy miért került hozzád ez az autó, Mindig is fontos? szerettem volna, és két dolog is volt. Mindig is szerettem volna egy rendőrautót, egy régi Lada rendőrautót, és mindig is szerettem volna a Lada kombit de nem a kocka kombit, hanem ezt a kombit, az 1002-es kombit. És a Jézuskának, és a káosztanak? No, nem, egészen, nem egészen megvettem. Tehát, hogy tavaly volt egy ilyen eladó, megtaláltam, illetve már szóltak nekem, hogy van egy ilyen eladó, tudták, tehát ez tudta, bár, pár ember információ tudta, hogy szépen. lehet, hogy engem ez érdekel. És akkor megvásárlásra került a gép, gépmadár. És ennek van, hogy van bármilyen komoly, szigorú engedély, hogy ezzel tudjam, menni, mert kék mi egymás? Kékvilogót kék le kell takarni. Kék villogót le kell takarni, rendőrséget nem. Egyébként ez a kombi ez helyszínelőké volt, és a kutyásoké, tehát ez igazából nagy üldöző kocsi nem volt, de, de nagyon élvezzük, mert lehet bele pakolni, és nagyon jól. Mennyivel szágódoztatok ide, mennyivel tudtatok ide jönni? 110 volt a legtöbb, de 100. De azt azt nagyon szépen hozza, csak nagyon hangos már fölötte. Tudnám mutatni a hangját, csak a, nincs olyan jó zajszűrőd. <laughs> Ez ott nagyon hangos lenne. Nem, semmi jó, az egy kis kitérő volt, és akkor mi volt a másik olyan szituáció, amikor, hogy megingott a, a A másik az pedig, a, azt nem tudom, hogy megingott, de volt, volt olyan, hogy amikor bekerültem, tehát már 20 éve, 21 éves lettem, vagy 20 vagy 21 éves lettem, akkor elég volt abból, hogy hogy nagyon sok olyan megjegyzés volt, amit, ahogy, hogy én csak azért járok oda, mert a, anyám ott tanít, meg persze, stb. Tehát ez mindig, mindig van, és hát ezeket le kell tojni igazából. Most már persze így, így 48 évesen sokkal okosabb az ember, de akkor azért bántja, régebben bánt, bántott elég, és akkor a legrosszabbat reagáltam, a nem gyakoroltam meg meg a mindent elengedtem, és akkor az nem is annyira érdeket. még így is át sikerült menni jeles érdemjegyekkel a vizsgákon, de, de, de azért ott, ott valami megtört, és ebből viszont az húzott ki, hogy ha mondhatom ezt tovább, ezt a történetet, hogy a Zeneakadémia zenekara ö, elment egy háromhetes francia turnéra 96-ban. És ö, Ligeti András, aki egy nagyon komoly karmester volt, és nekem nagyon sokat segített, és nagyon sokat köszönhetek neki, ő azt mondta, hogy legyek én a koncertmester. Ennek a zenekarnak a koncertmester. És igazából én nem tudtam, akkor én hakniztam zenekarokba meg. Meg akkor már volt a Danubia zenekar, ami, amiben játszottam, de ott második hegedű szólam vezető voltam. Ez a koncertmesterség, ez, ez nagyon, nagyon bejött. Ezt nagyon szerettem. Ez egy olyan feedback, visszajelzés volt, azt mondod? Hát a, a, a ligeti tanár úr, aki nem ismert engem igazából, nem tudta, hogy én hogy hegedülök, csak azt gondolta, hogy én erre alkalmas leszek, amit látott eddig tőlem. Arra akkor én jó leszek koncertmesternek, és, és aztán a Danubiában is abban az évben már koncertmester lettem, és az is maradtam 2007-ig. Úgyhogy egy tizen, tizen, évig. És ha visszanézed az eddigi pályádat, akkor ez a kettő ilyen megingás, akár még a covid is idehoztad, vagy volt még pár olyan szituáció, Én megmondom őszintén, hogy én, én, nagyon, tehát nekem ez a Covid, ez én rengeteget dolgoztam előtte. Tehát egyszerűen én azt gondolom, hogy túl túlhajtottam magam mindenféle szinten. Tehát az nem normális, hogy, hogy mit tudom én, három hónap alatt van, van öt nap, amikor nem kell dolgoznom, de akkor is kell mert akkor meg füvet nyírok meg, ö, szóval valami mást csinálok, vagy csekket fizetek be, vagy nem tudom, mit csinálok. Te Értem. Tehát rendet rakok, vagy akármit. Vagy régi ladával autózom. De szóval én nekem az első hónap az egy megváltás volt. Ez az első hónap? Az első hónap, igen. Mert hogy ugye én akkor szabadúszó voltam, és az nem igazán kedvezett. De volt egy kis félretett pénzünk, úgyhogy az isteni volt az első hónap. Aztán már nem volt annyira isteni, amikor nem indult be a szekér, szóval nem indult el a kerékpár, ugyanúgy, de de megoldódott az isteni. És én is. gondot, hogy akkor valami szakmát tudom kipróbálni magammal? Nem, 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 abszolút nem. Lebből, hogy Csinált, csináltam három kisfilmet. Régóta akartam ö, ö, teljesen elmebetek kisfilmeket csinálni, majd ezt is belinkelheted alulra. Nagyon szívesen. Ö, van egy YouTube csatornám, azokon fön, azon fönn van a, mind a Jó, három. Az, azok bent vannak, Mind jaj. a három kisfilmem ott van, amit csináltam. Unokatestvéremmel egyben keresztfiammal, a Benyáminnal. A Csodás hárfázás. Az is volt a hárfázás is volt, de ez komolyan, rendesen meg van csinálva, profi hanggal, mindennel. Az egyik egy kortárs zene, paródia, a másik egy egy zenemű, ami gyógyítja a refluxot, egy nagy tudományos felfedezés, a harmadik meg két elnyomott költőről szól. Ezeket a Covid nélkül biztos, hogy nem csináltam volna meg. Főleg, hogy tervezem a negyediket, már két éve tervezem a negyediket, Karsai Ananász opera nem, még egy COVID kell Persze, nem kell Persze, nem, 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 semmilyen ne legyen. Most már ez, ez, elég ebből. Ne legyen. És akkor visszakanyarod, vagy akkor megkaptad ezt a pozíciót, hogy karmester legyél? Ő koncertmester, igen. A karmestert azt még nem, de... De, de, de hát az esítheti, azt utána igen, olyan, a egyes, egyes kutatások azt mutatják, hogy hogy helyettesítheti. Ilyen, ilyen ambíció nincs. nincs? Nincs. Persze mindenki akar vezényelni, én is, én persze egyszer én is ki szeretném kipróbálni, csak az a helyzet, hogy ez egy szakma. Tehát ezt meg kell tanulni, ez három-öt év szerintem, amíg, amíg biztosan megtanulom. És most így nem látok így előre, hirtelen három-öt évet, hogy, hogy ez van nekem erre. Meddig látsz előre, ha már ezt így bedobtad? Hogy meddig? Meddig látsz előre egy projektek? Ja, egy ja, projektek. ja, ja, ja. Hát ö, most a Fesztivál Zenekar tagja lettem augusztustól. Gratulálok ennek. Úgyhogy nagyon szépen köszönöm. Már 11 éve ott játszom egyébként, csak mint külsős voltam eddig, most pedig állásban vagyok, és évadot, tehát 2025-ig van szerződésem a zenekarnál, mindenki két évet kap, úgyhogy... Itt egy kicsit ugye a nézőknek, meg akár nekem is az ilyen szempontból laikus vagyok, meg, meg nem látok ebbe bele, hogy ez mennyire jellemző, hogy ilyen szervis kapjak, vagy inkább, inkább a szabadúszóságot szeretik jellemző az Én emberekre? nagyon szerettem a szabadúszóságot, a, a, kiszámíthatatlanságot azt annyira nem szerettem, de ez viszont abszolút kiszámítható. Mind, minden, minden szempontból. És hát egy fantasztikus minőség. És amúgy ez is fix dolog az életedben, tehát az nem nem kiszámítható, hanem megvan, hogy 2009-ben megalapítottad a saját uh, orkestrádat, a hungarián Studio Orchestra. Így van. Hogy annak ott mi volt a motiváció, meg mennyire nehéz ezt igyekben tartani? Hát nagyon régóta stúdióztam, tehát 90-es évek második felétől, tehát 21 2 éves koromtól már készítettünk stúdiófelvéteket, aztán a Danubia Zenekarral, ahol koncertmester voltam, nagyon sok felvétel készült és 2009-ben pedig Dorosmai Péter, a TomTom -tom, -tom stúdió vezető egyszer csak szólt, hogy össze tudok eszedni három nap alatt egy szimfonikus zenekart, mert ha igen, akkor lenne itt egy, egy felvétel. És hát természetesen, hát erre vártam. Össze is tettem. Úgyhogy teljesen... Akkor nem sok alvás volt. De, de. Nagyon. A, a, ami, ami, nagyon meglepő volt, hogy, hogy nagyon sokan na, első szóra és na végre. Hát csak 2009-ben azért nem Excel táblázat, hogy lehet, de akkor telefonálgatás volt. SMS. SMS. És a mai napig SMS-be szervezünk. Azt a hú, erre Barka Márton itteni hasonló zenekarnak, meg ők nem gondolom, ott már e-mail van, vagy, vagy drive, vagy akármi. Igen, igen, automatizálás Egy van. doodle van, van vagy akármi. igen, persze, lehet. Csak gyors válasz kell nekem. Uh -huh. Tehát most és ez jól működik? Kimegy jó. 500 embernek az sms -ok. Nem kell 500 ember Sose. Amikor egy nagyon-nagyon-nagyon-nagyon-nagyon nagy zenekar van, az is 80 ember. Tehát is hogy jó, akkor utána jön valaki vissza. És mondja, nem el, egyedül túl. csinálom. Tehát kis Gergő barátom, ma csináljuk ketten. Elő is nyilatkoztam, hogy mennyire fontos egy jó csapat. Tehát akkor Gergővel egy nagyon jó csapatot alkott. Mondhatjuk. És mióta dolgoztok együtt? 406 ezer évben. Nem, nem tudom, <laughs> borzasztó régóta. Hát jó egészséget kívánok, meg dolgozod, meg sok sokkal kalandot, kihívást kívánok, és ebből jött a BBC megkeresés munkák, mert azért ez, ez gratulálok, hogy ezek még most is talán vannak ilyen megrendelések, ilyen közös Van, a ö, Sorozatokhoz csináltunk zenét, még a Danubiával csináltuk a Robin Hood sorozathoz a zenét, és a, a Tom Tomhoz érkezett a BBC-től megrendelés, tehát mi tulajdonképpen ö, viszont minket akartak onnantól, hogy hogy elkezdtünk dolgozni együtt. Nagyon nagyon kellemes volt az összes munkánk a BBC-vel. Nagyon, nagyon jól néz ki. Profi dolog, meg jól a néz profi ki, de az imi vel hát a, -ja, a Sony-val, mindenkivel. Tehát, hogy nagyon nagy cégekkel is dolgozunk együtt a mai napig. És mai ezt hogy tudod így kordába tartani, vagy, hogy átlátni ezeket a... Nem, nem van, mert még, nem a, projekt a van, nekünk, van nekünk egy kontraktorunk, úgy hívják ezt a, a műfajt, a Józsa Sándornak hívják, aki aki intézi ezt, ő nagyon sokat élt Angliában nagyon jó kapcsolatai vannak, és, és igazából Gergővel így vagyunk trióban egy, egy csapat. Úgyhogy nekem a, a, a szervezési részével annyi, hogy én a hegedüket megszervezem nagy örömmel, és a töb, többi zenészt azt Gergő intézi, a stúdiót, meg a felkéréseket pedig Alex. Úgyhogy így teljesen összeáll ez így. És ez így munkamegosztás. Egyébként abszolút jól működik a csapat. Csak hát neked is 24 órád van, tehát hogy ennyi minden. Igen, igen. Kordába tartani, és akkor hopp még egy Bécs is, meg ide, és ennek is nagyon örülök, hogy ez így belefért az időbe. <laughs> hogy hát elég... ez, ez, ilyen. Tehát most uh, másodikán volt, tegnap előtt volt uh, koncertünk a Hősök terén, fesztiválzenek arra uh, Budapest 150 éves uh, évfordulója, tehát Budapest, Budapest létrejöttének egy egyesülésének, Ó Budapest és Buda Egyesülésének 150. évfordulója. Alkalmából ott játszottunk, utána egyből elindultunk a Balatonra az én feleségemmel. Tegnap ott voltunk, és akkor este föl, ma, ma, ma itt, holnap visszamegyünk. Tehát ne, jó ez. Én, én szeretem már, ezt. Ha már Balaton említetted, akkor kicsit hogy említetted, hogy neked nagyon fontos Tihany, Balaton szemes, Balaton füred, hogy ez, ez mit, mit, akar, hogy évnek nem, év nem múlhat el, hogy ott hosszabb, rövidebb időt ne töltsetek, tegyük fel? Ö, abszolút nem múlhat el hónap, hogy ott ne töltsünk el, mert van ott egy, van ott egy lakásunk. Úgyhogy ott, tudunk oda menni bármikor télen-nyáron, és még, és még a kertet se kell rendbe rakni, még vízteleníteni se kell, tehát a lakásnak nagyon nagy előnyei vannak, négy évszakos. Ja, és fedett, igen. És ö, egy hatalmas terasza van, úgyhogy ezt nagyon ott el, tudok tudunk időzni, és nagyon komolyan tudok. Ö, tehát ahogy megérkezem szemesre, akkor, ö, akkor a, a szíztól és a diasztól és értékeim is 15-tel, 15-tel lejjebb mennek. A felírták neked a balakot? Majdnem, hogy igen. Majdnem, szóval Balaton az is okindult hogy túrázni jók a tennénénél, hogy a hajózás és is, az evidens is volt, hogy beleszűrődött az életedbe. Hát ö, édesapám 77 be vette az első, én akkor két éves voltam, nem is emlékszem, hogy nekünk nincs hajónk. Tehát arra emlékszem, hogy van hajónk. A Tamangó nevű Folkebót, az egy, az egy skandináv néphajó, az a neve. És ö, ezt ö, édesapám halála után ö, oda ajándékoztuk a felújítás fejében, mert nagyon szépen felújították Német Miklós egykori miniszterelnöknek és családjának, és a Füredi hajógyári kikötőben ott pompázik nagyon-nagyon szép állapotban. És én nem is szálltam vízre egészen 2020-ig. Na mi történt 2020 -ig? Hát az, hogy én utoljára az apámmal vitorláztam, és nem, nem érdekelt így ez nélküle. Hogy nem tudom, hogy, hogy... De akkor egyszer csak nagyon, nagyon hiányozni kezdett és egy barátom, élő Gábor, már nagyon régóta kapacitált, hogy nem sok mindenkivel venne hajót ő, de velem igen, vagy valami közös dolgot csináljunk, és akkor így sikerült egy olyan hajót választanunk. Egy, igaz, igaz, hogy már 40 fölött van, de nagyon jól tartja magát. Hát majd, mint én. Tehát, igen, vannak itt-ott kis nyavaják, de az, az, attól még jól működik. Úgyhogy van egy, van egy kis hajom ott szemesen. Milyen, és pont amikor beszéltük, hogy az adás, hogy az utolsó nap, hogy milyen volt így az utolsó nap, vagy milyen érzés úgy ott hagyni a Balaton. Úgyhogy mondjuk Ti bármi... Borzalmas, elmered. mindig borzalmas eljönni. Utálok eljönni, megérkezni szeretek. Szemesről eljönni az nagyon rossz. De de füredről is rossz eljönni, meg Tihay. Az egész Balatonról rossz eljönni. Hát ott jó lenni. ott kell, kell költözni. Hát ezt, ahogy a Kern mondta, hogy a, a Balaton be van bújtorozva. Ez, ez volt a Kernnek a dumája, és ez egy nagyon jó mondat. Mert nyilván apámra mondta, de én is úgy érzem, hogy, hogy ott, ott, természetes közegem. És mi az első emléke, emléked a Balatonról, hogyha így visszapörgeted az időkerekét? Mi, ami beugrik Amire emlékszem, belecsúsztam a rámpáról a, a vízbe, mentő De két éves voltam, nem tudom, hogy emlékszem rá. Isteni volt. És a Pogány Madonna az, az mennyire volt ilyen szempont, meghatározom, és akkor erre rá is térhetünk, mert az ugyebár 81. május 28 án mutatták be. Igen, tehát... ez egy 80-os forgatású film volt, 80. májusban kezdtek forgatni. A május 9-én a győzelem napján, vagy 8-án, és ö, 21 nap alatt dobozba is rakták a filmet. Ö, hát én lettem volna a gyerekszereplő. A a Madonnában, csak hát nem kaphattam meg a szerepet, mert nem szólaltam meg a próba Bármennyire is tudtam kívülről az egészet, meg vannak benne saját szövegeim. A tűzcsúcsú az az én szövegem volt gyerekkoromban. Te kellett volna védetni. Na végül is valamilyen szinten biztos le a te szerzői jog. Ja, hogy már én, hát le van védve, mert a apámnak a tulajdona. Üh, igazából az van, hogy, hogy a Madonna nekem mindig is a, a csöpi film volt, tehát ö, mindegyiket szeretem, de a, de a Madonna az, a, az, az abszolút kedvenc. Meg sokáig készült, tehát ahogy így olvastam, hogy az 77-ben már megvolt az ötlete, és azért 70, 75-ben már 75. meg megvolt az ötlet, és 77-ben már, már iratott egy forgatókönyvet, mert a tévében azért engedékenyebbek voltak, mert az nem működött akkor ebben a az előző rendszerben, hogy egy színész ír egy történetet, azt, azt megcsinálják filmre, és ő eljátsza saját maga történetében a főszerepet. Tehát ez, ez hogy, hogy van ez? Ilyen nincs. És Nemes Kürti tanár úr, Nemes Kürti István, aki a, a stúdió vezető volt a, a, a filmgyárban, az egyik stúdiónak a vezetője, ő látott ebbe fantáziát, hogy kell egy ilyen közönségfilmet csinálni. És milyen önet. És hát 1 millió 200 ezer néző erősítette meg ebben a így, Ez pont, hogy készültem az adás, hogy háromszor annyian látták, mint a valami Amerikát, ami az utóbbi éveknek... Jó, azért azt tegyük gyorsan hozzá, hogy a 80-as évek elején egy, egy millió 200 ezer, meg, egy, meg a 2000-2001-ben, ha jól tudom, a valami Amerika az akkori film volt, akkor, akkor csinálni egy, egy félmilliót, az, 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 az egy, egy egál. Tehát, hogy elképesztő mennyiségű néző volt ott is, itt is. De lehet látni egyébként a pániknak, a semmi pániknak volt 800 ezer nézője, az elvarázsolt dollárnak 500 ezer, és a hamisabbaknak 297 ezer. Mindegyik abszolút a maga korában a, a, a legnézettebb magyar film volt, de mégis ettől függetlenül, hogy tele van mindenki jó, Poénokkal szeretem mindegyiket, mondom, de nekem a Madonna. Tehát arra emlékszem, a, 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 ahogy apám idegeskedett azon, hogy ez most tényleg megengedik, és tényleg elkészülhet-e, és elkezdtek forgatni, és egy számtalan sztori volt, hogy a rendőrség az elején akadályozta a, a, a forgatást szinte, de nem, nem volt a produkció mellett erre. Két-három nap után kitalálták még a gyártásvezető fölmentek Veszprémbe, hogy kérnek egy tanácsadót hogy hogy kell a rendőrség az szépen, hogy kell azokat megcsinálni, azokat a jeleneteket jól, hitelesen, és akkor, akkor onnantól kezdve mindenhol volt öt rendőrautó. De milyen érdekes, hogy hogy puhult a rendszer, hogy a apámat nem engedték vezetni, nem engedték rendőrautót vezetni a Madonnába, azért ül be a anyósülésre, és lefoglalja a, a patkót a materialista világnézet nevében. A következő, a, a pánikban nem volt ilyen, de az elvarázsolt dollárban a Kern András már simán vezethette négy évvel később, vagy öt évvel később, igen, öt évvel később már simán vezethette a rendőrségi autót. Tehát más, a más világok voltak. De öt év alatt annyit puhult a dolog, hogy hogy már ebből nem. De 80-ban azt hogy képzelik, meg sem. Közben adtak helikoptert, minden volt, tehát hogy... Hát te ott voltál, -e? tehát ami énlik hogy mekkora káosz, mekkora mennyi furcsaság lehetett ezt így gyerekként megélni, és végül miért nem téged választottak el? Nem szólaltam meg a próba Ez ennyi elég volt ehhez. Ez, <laughs> nem, ez, ez, ez persze, hát a, egy, a nem néma film volt. De egy nagyon helyes kiskölyök voltam egyébként, hogy nézem, ott van egy-két van egy kép, ami a, a forgatásra, illetve ezen a próba készült, csak egyszerűen nem, nem, nem szólaltam meg. De soha egy egyszer sem mondta apám, hogy, hogy ez rossz vagy nem, az, az azt mondta, jó, hát nem szólt meg, hát nyilván nem lehet ő a gyereket. És gyerekként ez a felhajtás put körül ennyi forgatás, tehát ez így rengeteg hmm. munkát jelenthet. Ez, ezt szoktam meg, tehát hogy ebbe, ebbe születtem, ez volt a természetes, ez volt az alapállapot, tehát nem az volt, hogy a, az első öt évenben, vagy három évenben otthon volt minden nap az apám, és <laughs> akkor utána elment dolgozni nagyon durván, ha nem ez volt, hát ö, dolgozott ugye a ö, ö, színházba játszott, ugye nyilván volt anyámmal közös előadóestjük, ö, rádió volt, TV volt, ugye TV tévé, volt tévéjáték és tévéfilm, tehát száz körül készült évente tévéjáték és tévéfilm. Ugye a tévéfilm, ami külső helyszínen is forog, azt hiszem ez a meghatározás, a tévéjáték az, ami stúdióban Igen, készül, valahogy, valahogy, így van ez. Számtalan ilyen, és hát természetesen a nagyfilmek, ne felejtsük el a szinkront, úgyhogy, és közben meg válogatott vitorlázó volt. Tehát azért ez se, ne, ez se 24 órában való, az előbb mondhat, hogy hogy fér nekem ennyi bele, hát neki ez talán még több volt. Hát volt kitől tanulni. Igen, lehet, hogy a, kor... a példa jó volt, igen. <laughs> hogy lehet ezt kordába Persze. tartani. És akkor visszatérve vagy még, még maradjunk itt a, a Pogány Madonnánál, hogy uh, mikor keresett meg a kollégium hungarikum, mi volt az alapötlet, abban minden úgy megvalósult, amit ők szerettek volna, nem, mennyire volt nekem Ez Ezzel a, a film, filmvetítéssel kapcsolatban uh, keresett meg uh, a Méhes Márton igazgatór, és nagy uh, boldogan mondtam én igent erre, mert... Uh, mert ez nagyon jó, hogy a film ugye 42 éve volt, és ma, ma is levetítik még egyszer. De hát a, akárhányszor megy bármelyik csatornán, nagyon sokan nézik. Van van egy Facebook csoport, amiben uh, Bujtor István és a Csöpi filmek kedvelői Facebook csoport 40 ezer fölött van a, a tagoknak a száma elképesztő. Ez magáért maga beszélnek ezek tehát, a Igen, tehát hogy, és az írják, folyamatosan jönnek az új információk. A rendőr ladával jöttünk ki, Schneider Szilveszter marátommal. Ez nem kérés volt, hanem nektek ilyen kaland, vagy... vagy ez egy... direkt kérés volt a rendőr ah. igen. Próbáltunk trélert szerezni, de valahogy senki nem ért rá, hogy ide kihozza a rendőr ladát, úgyhogy aztán úgy döntöttem, hogy lábon. Ezt én megoldom düböl. <laughs> de nagyon szépen viselkedett. Most lekopogom, a félúton vagyunk csak. És mit várhatnak? Tehát lemegy a film? Igen, és, utána egy, egy, van egy ilyen pódiumbeszélgetés magyar nyelven, a filmről meg érdekességeket. És az abtó valamilyen szinten szereplő lesz? Már este fitelítik a filmet, tehát nem gondolom, Bele hogy... lehet ülni majd. Tehát meg lehet nézni kívül. Kívül belül. Belül? Belül. Igen. És hasonló filmvetítések? Van valamilyen időpont, ahol ugyanúgy el fogsz menni ladával, ladanélkül, bármi ilyesmi? Hát tulajdonképpen itt, itt hadd beszéljek a most vasárnap lesz a... Uh, nem tudom, lehet-e TV Mind, csatornán. Lehet, lehet mindent akkor lehet. az ATV-n lesz a heti naplóban. Eldézi Zoltánnak egy riportfilmje. Minden évben, 7 év, éve, tehát 2016-ban volt az első, csinálunk egy túrát, amit Bújtúrnak hívunk. Minden, évben, minden évben, évben megcsináljuk, négy alaptagunk van. A már említett Schneider, Szilveszter barátom, aki egy ütőhangszeres ö, kollega, minden, minden. tulajdonképpen mindegy, hogy mi csak ütni lehessen, azon játszik. Ö, Nagy zsombor. Ő egy kürtművész kollégám a Fesztivál zenekarban, és Pál Gábor, aki horkoló és későművész egyben. Egyébként ő diorámákat épít, a filmeknek a jeleneteit megépíti Makedben, autó. De az autókkal minden jellem. nagyon türelmes jellem, és gyönyörű munkái vannak, ha éppen odaér és nem alszik el valahol de így van, ez a négyes alapcsapat, és ehhez csatlakozott Szolnoki Péter, a kiváló muzsikus és a Bombonnak az énekese 2021-ben, és tavaly, mint utolsó tag, fölvettük Eldézsi Zoltán kitűnő riportert, úgyhogy így vagyunk hatan, és Zoli sosem állja meg, illetve tavaly, meg idén se állta meg, hogy ne forgasson az ilyen túráról, túrákról, úgyhogy mindenki, ha teheti, nézze vasárnap este a heti naplót, mert igen, igen komoly volt az idei is. A tavalyhoz képest, a tavaly elérhető, tehát valaki már meg akarja nézni, be fogom linkelni. Ez meg jövő hétfőtől lesz elérhető ugyanúgy. Mi a különbség? Talán az, hogy a tavaly az rólunk szólt, igazából erről a hatfős csoportról. Meglátogattuk Kernandrást, volt ilyen tárlatvezetés az apátságban, ahol a Ágosta a Pogány Madonnának a forgatási helyszíneit, a, a vapátságban lévő forgatási helyszíneit körbejárjuk, és Utóra a fotót, ez nem ez a tavalyi igen, csapat? Igen, ez, ez a, tavalyi csapat, ez a hatfős hatfős csopi, ugye, mert ötfős csopi voltunk, amikor a Szolnoki Peti csatlakozott, de most már hatan vagyunk, és Kern András a Madonnával, aki 1980 óta nem fogta a kezében a Madonnát, és ott a háttérben a rendőrautó, így mondom, balról jobbra elmondom, Nagy Zsombor, Schneider Szilveszter, Eldézsi Zoltán, Kernandrás, Szolnoki Péter, Bújtor Balázs és Págábor. Gábor. De a Gábor idén már nagyobb volt. De jó egész, hogy én ekkor... meg kisebb. Úgyhogy a kilóba meg vagyunk. Szóval hogy lehet, hogy vágtam, hogy akkor a idei, elmondtál mindent az idei meg az Idei, a... nem, nem akarok spoilerezni az adást. El, elég, elég annyi, de annyit azért elmondok, hogy a, nagyon komoly kaszkadőrökkel, a filmben szereplő kaszkadőrökkel találkoztunk. Találkoztunk Pálok Gabival, aki a gyerek, gyereket eljátszotta előlem. Aztán később, mert ő megszólalt, mert ő faim volt rendes, <laughs> illetve nem volt rendes, <gül> <gül> egy csibész gyerek volt. És ővele találkoztunk idén is. Miből ez a túr? Tehát ha valaki még nem látta, tehát három, van, nap, van. három napot kell elképzelni, és Általában úgy szoktuk kezdeni, hogy a nádfedeles csárdában a hamisababa egyik forgatási helyszínén megreggelizünk, ezt idén nem tettük meg, mert a nádfedeles tulaj nem nem járult hozzá, hogy ö, három másodperc vágóképet készítsünk, mert hogy ez nem nem, nem értem. Tehát, hogy, se? Tehát tehát, ez hogy ez, le... ezt az adást 400 ezer ember nézi, vagy 300 ezer ember nézi, és még 800 ezer megnézi a YouTube-on. Tehát nem értem, hogy ez miért nem volt jó reklám, de hát innentől nyilván bolykottálom a helyet. Attól még egy ikonikus helyszíne a, a csöpi filmeknek. Csak nem járunk már oda. Na és akkor lemegyünk a Balaton köré, és különböző megnézünk pár forgatási helyet. Állandóan fölmegyünk az Apátsághoz nagyon jó a viszonyunk az apátsággal. A Pogány Madonna szobor az az én tulajdonom. Más alatt. Nem. Az az igazi. Ez az igazi? Mm -hmm. ah, ez az igazi, ez ott van az ap És ezt az volt, hogy 2017-ben a Dézsi Zoli kitalálta, hogy hát vissza kell vinni a Pogány Madonnát az apátságba. És akkor mi ezt meg is tettük, és jött a aki akkor a Perjel volt, a főnök, és lefotózta ezt a szobrot, és azt mondta, hogy azért fotózza ki, mert ki akarja rakni a a kapu elé, hogy ez nincs itt. De mondtam, hogy ez lehetne itt, ha akarják. És mondta, hogy nem, szó nincs róla. Nem. És akkor volt egy váltás, jött Jeromos atya most a perjel, és Ágoston a titkára. Itt nem is tudom, mi a, a meghatározása Ágostonnak, a nagyon, szorosan a, nagyon szorosan a második ember és ők meg, ők meg azonnal múzeumok éjszakáját csináljunk ilyen tárlatvezetéssel. Ez lesz jövőre is, ezt már tudom mondani. Most felújítás alatt van az apátságnak a belső tere, elvileg december 31-én átadják, az gyakorlatilag szerintem május 31. Nem, nem azért, ez mindig így van, tehát akár is én is így szoktam jönni, hogyha 11-re mondom, akkor 12-re jövök. Ja, nem. De Pontos, hogy, pontos. Igen, köszönöm. Tehát, hogy az van, hogy Jövő nyáron már Ágoston jelezte, hogy mindenképpen szeretne egy ilyen, egy ilyen túrát csinálni. És akkor ez fix helye lesz akkor ott a Madonnának? Már van, fix okay. helye van. Ez há én mikor is adtam oda? Hát, három-négy éve már biztosan. Tehát nagyon sokan csak azért mennek a Tihanyi apát, csak úgy megnézzék a Pogány Madonnát. És előtte hol volt? Hol? Előtte a zongorámon volt, és azelőtt pedig apám halálakor kaptam én ezt meg, illetve nem is én, hanem apám felesége Judit, a Holovics György vitorlázónál volt, aki egy nagyszerű ember volt, és egy nagyszerű vitorlázó Balaton Földvári illetőségű. És ez egy verseny, az országos bajnokságnak volt a fő díja. Egyik az évben. Egy kupa? Ez, ez a Nem, vándor ezt megkapta örökbe. Aki megnyerte azt a bajnokságot. 81-es csillaghajó bajnokságot ők nyerték, és megkapták ezt, és a, ott állt a Pogány Madonna díj, ez van a talapzatán, ott állt a ő kandallóján a párkányon. És amikor apám meghalt, odaadta Juditnak, hogy ezt szeretné ő most már, hogy nálunk legyen. Ez szép, ez szép. És akkor így Nagyon. rákanyarodhatunk a filmfesztiválra, hogy 2009-ben, tehát 2009 egy izgalmas év volt. Tízben volt az első. A tíz. Igen. Jaj, Igen, nem apám halála van... után évben, tehát 2009. szeptember 25-én ment el, és 2010 nyáron volt a, a, az első filmfesztivál, és ez egészen 2022-ig, egy -e lineáris ívet <gül> rajzolt. <gül> Jó, hát eljutunk 2022-23-ba is, de, de, ilyen szempontból hogy én titeket, hogy ennyire fontos, hogy te egy filmfesztivál, hogy emberek odaállnak, tehát ez egy nagyon nagy gesztus. Egy a Magyar Versmondók a Egyesület és Luther Imre nevét kell megemlítenem itt, aki a motorja ennek az egésznek és ők ezt kitalálták, hogy legyen Balaton Szemesen egy ilyen filmfesztivál, az ő szervezésükben az önkormányzat támogatásával, meg mindenféle más források támogatásával is. És nagyon komolyan kinőtte magát a dolog. Tehát 150 körüli versenyfilm, nem tudom hány kategória, 10 kategória legalább volt és nagyon büszke voltam erre, hogy ez, hogy ez van, és egy óriási show mindig a, a volt mindig a megnyitó. Igen, a Facebook oldalon igen, igen, meg lehet nézni Tehát egészen elképesztő embertömeg, ezres tömeg. Na most ez egy kis falu a, a szemes, illetve, bocsánat, nem falu község, ha jól tudom a, a meghatározás, de hát, de hát, hogy azért ezer ember az nagyon sokot és telt, telt házott őrjöngés, minden. Úgyhogy nagyon, nagyon sajnálom, hogy, 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 hogy ez kimarad kimaradt idén a programból. egyszerűen. Mit lehet megtudni ma erről, miért maradt ki? Hát most nagyon komolyan elvontak a kulturális ö, szférától, ö, és ezt nem is akarok semmiféle politikát ebbe ebbe belévinni, ez így így alakult, egyszerűen nem volt annyi ö, pályázható pénz. Egyébként 17 millió forint hiányzott, ha jól tudom, az egészhez, tehát az nem hiszem, hogy egy akkora... Ö, nagy investálás lett volna, hát most jövőre megpróbáljuk. Piaci alapon támogatókkal? Meg... Imre próbálja meg igazából első körben, én bármiben segítek neki, ha azt mondja, hogy menjek vele. A mekkora büdzséje Tárgyalni... van, hogy meg, meg lehessen ezt valósítani? 50 millió millió. Nincs, ah, nincs, nincs, nincs. 25-30. Azt tényleg nem. Tehát most ez egy háromnapos programot kell elképzelni, ahol az összes versenyfilmet levetítik tehát komoly az elején egy nagyon komoly megnyitóval, egy nagyon komoly diátadóval mindig van bújtorn filmvetítés, tehát hogy most akár akármelyik. Tavaly volt Kern Andrással egy pódiumbeszélgetés, a Dézsi Zoli csinálta, tehát elképesztő mennyiségű ember volt. És ez alapból is így indult, vagy akkor egy nappal indult, és kínötte magát három napos? Kínőtt, kinőtte vele? magát, mert annyian, annyian, neveztek, hogy, hogy egyre több lett. És így, így volt a tökéletes a háromnapos. nap. például ott a Dézsi Zolival, ott állunk a Il 18-as előtt a, a Aeroparkban. Megértem, én például Miskolcra szerettem járni, már több nem voltam a Színefestre, és Igen. az is egy tök jó fest, és ingyenes volt. Sok Ez is, a... abszolút. És most ők is most már fizetősítették, de még így is szerintem tudom, egy elképes összeget kérnek el, szóval nem könnyű egy ilyen nívójú, ilyen volumenű fesztivál. Az a baj, most nem, nem látunk előre. Tehát Imre sem lát előre, nem tudjuk, hogy lesznek jövőre a a, tám a pályázható támogatások. Ö, az, az, ha lehet, hogy az embert nem hitegetik, az, ha ezt meg lehet tudni, hanem egyből mondanak egy nemet, akkor az már jó, abból a szempontból, hogy el lehet indulni valamerre. Tudod, én egy kicsi csatorna vagyok, tehát ez az adás megnézi 2 300 500 ember, de erről mondjuk a, a naplóba beszéltetek, és lehet, hogy ott valakihez eljut. Imre, Imre, már mindenféle fórumot megtalált erre, igen. Igen. Látom, még Partizántól kezdve nagyon sokan Patreonból, így ugye, Igen, de tudod, tudod szóval ez, ez ö, én azt gondolom, hogy, hogy nem szabad ebből politikai ö, kérdést csinálni, mert ez nem az. Nem hanem egyszerűen, igen, 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 de hát tulajdonképpen, mert ki támogat, hát aki hatalmon van, hát persze nyilván ő, ö, osztja Civil el. is lehet. Civil szférában is lehet, az talán most nem annyira. Ah, sok kicsi sokra megy a lapon. Így van, minden lehet. Szóval ezt, hagyjuk nyitva, ezt a kérdést, és úgy is kiderül jövőre. Meg hogy hát a kérdés nézőink, hallgatóink, hogyha ismertek valakit. Vagy Meg bár... mi van akkor, ha nem szemesen van, hanem mondjuk máshol a Balaton körül. É, bár én. nagyon, én nagyon szeretném személy szerint, hogy szemesen maradjon a fesztivál. Minden információ, gondolom a Facebook oldalon majd. Abszolút, Van a filmfesztiválnak is saját oldala a Facebookon. Ha nem lenne benne, akkor majd be fogom rakni, és akkor visszatérve hozzád aktuálisok, most itt vagyunk Bécsben, de említettük, hogy a fesztivál zenekar, a saját zenekarod is még aktív, meg a fehérvári zenekar, vagy így mert, van. Az, az, az kell, tehát így mondom, időben, energiában. Hát én 2000 és hogy volt? Igen, 96-tól 2007-ig voltam koncertmester a Danubia zenekarban, onnan elszerződtem Pécsre, 5 évet voltam Pécsett, a Pannon-filharmonikusoknál, és azóta játszom a fesztivál zenekarban, ahol most állásba kerültem. De tavaly ö, fe, próbát játszottam a Fehérvári zenekarhoz, mert visszamentem a Danubiához, 3 évet voltam, 19 22-ig a Danubiánál, illetve 21 végéig. Ez nem úgy sikerült, ez a kalanda, ahogy, ahogy én szerettem volna és úgy gondoltam, hogy elegánsabb sárdobálás előtt lelépni és akkor nagyon aranyosak voltak a fehérváriak és nagyon kedvesek és nagyon ragaszkodtak hozzá, hogy én, hogy én ottan legyek és olyan ottan vagyok és megtartottam a, a koncertmesteri állásomat a fesztiválzenekar mellett is, mert össze lehet egyeztetni de hogy? Adódik a kérdés. Hát, hogy... Nem egyszerű, nézd, Balatontól ugyanúgy 70 kilométerre van, mint Pestől. Tehát mondjuk az egy nagy vonzerő, hogy próba után egy órával már volt olyan, az én főnökömet Dobszai Péternek hívják már a karmesteremet, igazgatom Ruf Tamás, egy nagyon jó csapat ez így együtt. Én is üdvözlőjük őket. Így van, és igen, és 7-én találkozunk. És az történt, hogy, hogy, kiderült Péterről, hogy ő is szenvedélyes vitorlázó. És nem is akármilyen, nagyon jól vitorlázik. Úgyhogy volt már olyan, hogy próba vége volt egykor, és kettő után mi már a Balatonon mentünk ki a mólóból. Reng számos kollégáink, számos kollégánk hát leplezetlen irigységét kiváltva ezzel, de hogy közel van, és, és ez nagyon jó. És Fehérvár egy nagyszerű város, és uh, mi tényleg mindenféle politika nélkül, a Cserpolkovics András egy fantasztikusan jó polgármester. Tehát e -e -e. jár koncertre, tehát nem az van, hogy szöveggel, hogy milyen, hanem ott van a koncerten, és, uh, és tényleg uh, szív, szívügye az, hogy a, a, Fehérvárnak nyilván jó foci csapata legyen, de hogy egy jó zenekara is legyen. Nem, mert hát tavaly gyengélkedett a, a a, videót, a videó, vigi, vigi, vigi. Vigi, hát nekem vidi, mert ez a mol fehérvár, most a mol, mol el is ment mögülük, de hogy gyengekedett, és majdnem kiestek az utolsó fordulóban, csináltak a vasassal egy döntetlent, és a Honvéd meg kikapott a Puskás Akadémiától, így maradt bent tizedikként, a tizenegyedik már kiesett, a Honvéd már kiesett. Szóval nagyon kellemetlen volt, és, és hát polgármester úr többször felemelte a szavát, hogy mi ez, hát csiliárdokat keresnek, mert hogy ez is fontos neki. Nem nyilván ehhez olyan nagy köze nincs, de a zenekarhoz van, és nagyon-nagyon pozitívan áll hozzá az egész kultúrához, és egy szuperváros. Nekem van ugye kötődésem a, a, a városhoz úgy is, hogy édesapám a 80 évek elejétől a mafilmnek volt egy társulata, akik a filmgyárral láttak szerződésben, színháznál nem voltak. És ő nekik a Vörös Marti Színház, a Székesvérveri Vörös Marti színház, színház, ami egy befogadó színház volt, tehát ott vendégelőadások voltak, minden színház járt le oda. Nem volt saját társulat. És így tulajdonképpen lett egy saját társulat, aztán 97-ben meg lett tényleg egy saját társulat. Úgyhogy. Ami kinőtte magát, hogy palett is van. Minden van, tehát, van. Így... tehát nagyon jó. Nagyon, nagyon bírom, ott igen. Meg jó, jó ott lenni, béke van igen, béke van, csak ért meg azt megértenem, hogy ott van az orkesztrád, ott van a fesztivál zenekar, ott van a férvár, hogy ez nem szakad szét? most egy kis Bécs <laughs> szerezve. Nem. Nem. Hát elmesél, elmesélek, egy, elmesélek egy turnét, hogy hogy néz ki egy turné. Például azt olyan sokszor hallják, hogy a zenészek turnéznak. Akkor elmegyünk valahova mondjuk repülővel reggel, és akkor este van egy, mondjuk ötkor van egy, vagy fél hatkor van egy próba, mondjuk fél hétig, és fél nyolckor játszunk egy koncertet. Másnap elmegyünk repülővel, vagy busszal egy másik helyre, ahol ugyanezt megcsináljuk. És akkor a harmadik nap ugyanez van, és akkor ez megy sokáig. Van, vannak, amikor csak utazónapok vannak, de olyan is van, amikor egy nap több koncert van. Tehát, hogy azért... Ez munka, ez, ez munka. Igen, igen. És, de tulajdonképpen én izgalmatlan szerencsésnek érzem magam, hogy azt csinálhatom, amit szeretek. És nekem azért kell, hogy több helyen legyek, hogy, hogy más. Az a fesztivál zenekar most konkrétan a világ legjobb zenekara címet megkapta a Gramofon magazintól, úgyhogy én ennek a zenekarnak vagyok a tagja. Tehát, hogy ez, ez, ez maga, és, és, hát isteni kollégák, és isteni az egész zenekar. A Fehérvár nagyon fejlődő pályán van. Én úgy érzem, hogy, hogy egyre jobbak leszünk. Ez egy, ez egy, másfajta munka, ez egy, ez egy építkezés. A stúdiózenekar, az pedig egy harmadik fajta dolog. Ugye ott úgy működik, hogy lerakják eléd a kottát, ha szerencséd van előző nap, megnézheted, de ha nincs, akkor nem, és azt ott le kell játszani, de úgy, hogy az felvétel képes legyen. Tehát ez megint egy, és az egyik fejleszti a másikat, meg a harmadik a másik, a másodikat, szóval ez egy, ez egy ilyen folyamatos fejlődés. Tudlak követni, de te se tudsz egyszer két helyen lenni, nem. tehát azt, azt, hogy oldod, meg tényleg ez volt hogy mindenhol ott tud lenni, és hely tudja elállni. Nézd, nem úgy kell ezt gondolni, hogy folyamatosan dolgozik minden zenekar. Most a fesztivál zenekarral nagyon erős augusztusunk volt, de Fehérváron most nem voltam. Most megyek Fehérvára, egy filmzenekoncert van. A Amit héten, A héten szombaton. A Schindler listáját játszom, a, tudom, négy évszakból. A stúdió játszom. vagy. Nem ez koncert. Pozsonyban lesz egy, egy hangverseny. És ö, ö, vasárnap meg, vagy Szombaton meg volt a fesztivál koncert, aztán majd megint kezdek a fesztivál próbálni egy másik ö, periódust, meg egy harmadikat, és aztán lesz stúdió is. És még van színház is, játszom színházban. Most egyelőre csak a, a My Fair lady játszom a centrál színházban. De ez már egy ideje már. Ez repátorban. már egy, egy jó 7 éve rajta van. Most nem sokára a előadás előadás következik, Köszönöm, és még soha nem volt olyan, hogy én százat játszak. Valamiből erre nagyon hajtok, de most már 93 vagy 94, mert megszámoltam a múltkor, összeírtam, úgyhogy még hat hiányzik nekem. Szerintem az decemberre megvan. De hogy ki a te naptárod, El nem tudom képzelni. Tehát... Én nekem egy Excel táblázat. Én csináltam 2006-ban egy Excel táblázatot, és azóta az a naptárom. És ott, ott van minden, hogy mit csinál, a Különböző színekkel jelzem a különböző zenekarokat, de szóval nem, nem dolgozom. tehát Jó, ez így elmondva nagyon sok. Most például három nap stúdió van ebben a hónapban a fesztivál zenekarban. Tíz napot vagyok a Fehérváron. Öt napot. Tehát akkor azért kiszámolható, hogy Mondjuk, ha még előadásom is lesz kettő, akkor azért tíz nap szünetem lesz. De igen, és ez nagy előrelépés a tavalyhoz képest. Igen, meg ha nyilatkoztad, hogy mennyit, mennyit ültél autóban... Hát a Pécs az az egy kicsit és ilyen. És nem utáltál meg ennyit autóban? Jaj, de, hogy is, hát ezt nem lehet megutálni. Már nagyon megnyugtatott, koncert után megnyugtatott, uh -huh. próba előtt vagy koncert előtt sem tett rosszat, sem, nem, teljesen jó volt. Mire, mire fölértem Pestre, addig... addig kiment belőlem minden feszültség, ami esetleg volt. És innen akkor holnap a, a Ladával? Ma este. Ja, ma este. Ma este? Ma este haza megyünk. Mert holnap Hol, már? Hát holnap súlyos dolgom van a Balatonon. <gül> <gül> ne, hát gyakorolnom kell, mert holnap-holnap után gyakorlás van, és akkor hetedikén próbálok már Fejérváron. Ha, van még olyan időpont, koncerni. ahol mondjuk élőben lehet kapni akár színpadon, mint színész, vagy akár mint zenész? Amit Öl, színpadon, elmondani? mint színész olyan nincs, a, mert csak színpadon, mint zenész de a színházi előadásban is ö, zenészként közreműködöm. Ö, így van, de a ö, hát 9-én van Pozsonyban koncert, 21-én van a következő fesztiválos, fesztiválzenekaros koncert a Rumbach Sebestyen utcai egy Omike koncert, ez most megint lett az Omike, és ö, egy nagyon érdekes ö, műsor van, 24-én és 26-án pedig műpa Fesztivál zenekar. Úgyhogy ott, itt ez, ez, a, ez, a, hónapom. Hát nem semmi kis hónap. A, hiszem, színész, ami, a ugrott fel, mert, hogy néztem a Wikipédiát, ott azért volt, hogy a, jó, 99-ben, hogy a Morel fiúban színésze. Hát az nagyon vicces volt az a történet. Ott az történt, hogy a növényi Norbertet kellett volna nekem hegedülni, tanítani. És a még akkori kora áruházban, kém ott Török Bálinton a kora, most máosan, ott volt a forgatás két sort lezártak. Ez Meskó Zsolt barátomnak a produceri diploma filmje volt, és a Xantusz János rendezte. És Hajdu Szabolcsal volt a növényének egy jelenete, meg a Szabó Győzővel. Így volt. Na most növényi nem jött meg. Aha, és telefonált, hogy autóbal esete, egy nagyon komoly autóbal esete volt. A felesége éppen terhes volt. Úgyhogy visszafordult. Tehát ő természetes. És a Xantus meg a Meskó Zsolt elkezdtek engem győzködni, hogy na jó, akkor ugorj be. És akkor én beugrottam. És eljátszottam egy hegedűst. Hát azt, azt hittem, hogy a szöveggel lesz a legnehezebb dolgom. Mi voltunk Szabó Győzővel a két gangster, szép lelkű gangster hegedűs. Hajdu Szabolcs a főszereplő, játszott a áruházi alkalmazottat. És a legnehezebb feladat az volt, hogy a hegedülésemet szinkronizáljam szépen. Sokkal nehezebb volt, mint a szöveget megcsinálni. Tehát ez jó iskola volt egyébként. Nagyon tetszett. De itt még a, ott van a három testőr Afrikában, hát a napja. epizód szerepeket. Hát az is. És az a, a Szent Iván napjának élő Péter barátommal én írtam a zenéjét. Az az egy nagy játék. Tehát, nem áll van. messze most már tőle. Nem, de... sem, nem, persze, hogy nem áll messze, de hát ez nem, nem, nem szakmám nekem. Nagyon szeretem. És a zeneszerzés filmekhez az, mennyire... Arról leszoktam. Leszok, miért? Á, é, mert ö, ne, egy, zeneszer, egy filmzeneszerző nem csinálhatja azt, amit, amit igazából szeretne. Nagyon-nagyon sokan. Ötökök... Nagyon sokan beleszólnak, és le... És általában sajnos mindig az derül ki, hogy jobb lett volna az, amit az zeneszerző talált ki. Meg én úgy gondolom, hogy ha megbíz valaki engem, egy zen vagy nem, hogy, hogy akkor bízik bennem annyira, hogy, én, azt én, én a... azt én azt abszolút elfogadom, hogy ide szeretnék zenét, ide szeretnék ide, és a szeretem is, hogy megmondja, hogy ide innentől idáig szeretnék zenét. Azzal nincs problémám. Én akkor javasolok, de nézd csak ide, és akkor innentől odáig nem szeretnél, nézd meg, ilyet gondoltam ide. És hogyha egy ilyen konstruktív dolog van, akkor az nagyon jó. Hát általában, ami nagy probléma szerintem, hogy a zene az nagyon a végén van a, a listának, ugye nyilván, hogy hogy az jó az úgy, hogy zenét tegyetek, valami kis atmó van. Valami legyen, valami zene. Sokában ez, ez, nem, ez nem annyira tetszik. De jó, hogy kipróbáltad. Persze, tehát, nagyon jó. Kihívás, kis nagyon kitérő szeretne. volt. Nagyon szeretem. Meg Darvas Iván énekelt a film dalomat. Tehát, hogy ezek olyan dolgok, hogy bejött és elsőre felénekelt. És mondtam, hogy köszönöm szépen. Mondta, jó, jó ez így neked, baláskám. Mondom, nekem abszolút megfelelő. Köszönöm. Én nekem is köszönöm, szervusz ez volt körülbelül, és előtte két percet énekelt. És a filmes munkák, hogy látom, hogy a kölcsönlakás 2019-ben volt az utolsó, azóta egy időben, energiában nem fér hmm, van, bele. Van, volt azóta is. Ja, nincs, nincs, nincs frissítve nincs frissít, a Frissít, Nincs frissítve, akkor ilyen munkák is valahogy belefér. Persze, de ez a zenekarral van, ez a, ez a van. Tehát, hogy ö, Azért ezek vannak. Most egy cseh animációs filmet csináltunk Balázs Ádám zeneszerzőnök a Ez hogy találja Cseh, cseh, hogy Balázs Ádámot, hogy találja meg. Ádám már megtalál minket. Úgyhogy az volt az. Abszolút. Meg mindig összekeverem a David a Richard Detenboróval. Az egyiknek a természetfilmje. Most csináltunk zenét neki. David, David, David. David, David Detenboró. Az egyik most, most lesz egy sorozata. Most ha, megint, nem, nem, hogy legyen még. Mindig sor. csinál, mindig csinál valamit. Tehát Kihetet most már 95-6, mm, valahogy így van. Igen, Úgyhogy, úgyhogy. Úgy, az volt, hol, megnéz lehet le, meg, le, megnézni, meghallgatni, tudsz nem valamit? Ge nem, geografik lesz az. Mm. Nem, valahogy. Hát volt ilyen. Netflixen igen. és apple is Lehet, hogy is Netflix volt, lesz, igen. Lehet. Nem, ezt csak, ettől nem tudjuk. De dolgozik, le. tehát. Igen, igen, igen. Abszolút nem tudjuk. Nagyon jó zene van alatta. Nagyon, és nagyon komolyak a, a, a képek. Tehát, hogy olyan, tehát ezt hogy lehet, de mindegy, hát Isteni. És van még valami munka, ami mostanában esetleg a nézők hallgatóknak a perifériára is be, bejöhet, amit így tudsz ajánlani, és igen, ez a mi munkánk volt? Hát figyelj, az van, hogy a filmzenére nagyon későn szoktak szólni. Tehát, hogy az van, hogy na most akkor ez lesz. Húha, tehát például Liza Róka Tündér, az is úgy jött, hogy fogalmunk nem volt, hogy Liza Róka Tündérhez csinálunk zenét, mert mi munkacimmel csináltuk a zenét. És néztem a Liza Róka Tündért, hogy ez milyen isteni film, meg milyen, de mondom, de ismerős ez a zene, meg milyen szépen hegedül ez a család, az én vagyok. Mondom, erre már emlékszem. <laughs> Ugyan, ugye, mi és ennek ilyen el el jogi, vagy nehogy információ kiszül, ez miért van így, hogy ne, ilyen kevés információ? Bemutató előtt nem, nem szokás. Onnan aztán kötelező, <laughs> de addig nem nem szabad lefotózni a kottát, természetesen nem szabad semmi kép, nem szabad odaírni, hogy mind dolgozunk, Úgyhogy vannak ilyen kis titkok. És van még egy nagyon nagy filmrajongó vagyok, és akkor most, ha újra nézem a Lizát, akkor erre majd fogok figyelni. Van olyan munkafilm, amire több büszke volt, hogy igen, abban mi, mit csináltuk az A, a Liza Róka tündére nagyon büszke vagyok. De hát volt uh, Nicolas Cage film, a, meg uh, Jason Statham film, mi, mindenféle. Peter Gabrielnek, még a Danubiával, a, a Torinoi téli olimpiának a, a, azt a számot, amit énekelt a Megnyitón, azt mi, mi vagyunk a vonóskar. Úgyhogy van, van, van nagyon sok. Nem, amire nagyon büszke vagyok, hogy Patrick Doyle zeneszerző, aki nem akárki, a Harry Potter és a Tűz serlegének, ő itt a zenét, meg Fedő neve, Donny Szerelmes Shakespeare, ezeknek Ezek a zeneszerzője. Ő, ő rendszeresen visszajár hozzánk, és most egy családi CD-t csinált a nagymamájától, a nagynénjéig régi felvételeket, amiket szólóba énekeltek, ezeket ő meghangszerelte. És mi minket kért meg erre, hogy ezt mi csináljuk. Tehát ez egy akkora megtiszteltetés volt nekem, hogy egy ilyen kaliberű ember a magán dolgát velünk csináltatja meg, hogy teljesen megható volt. És főleg az, az meg elszomorító volt, hogy azt mondta, hogy neki vége van, mint filmzeneszerző. Mondtam, hogy hát ez ilyen hülyeséget ne beszéljél. Azt mondja, de azt mondja, hidd el. Mert az van, hogy most olyanok a filmzenék, hogy, hogy nem, nem, a dallam, meg nem a, nem a nagy... Hát én atmoszféra teremtés, teremtés meg minden van, de hogy, de hogy nincs egy dallam, amit föl lehetne, vagy egy van. Hát a, a, a Petrik ez embertelen muzsikákat ír, hát egy fantasztikus zenész. azt mondja, hogy ő sajnos úgy érzi, hogy hogy ennek, és ezt mondja neki az ügynöke is hogy most nem nem ez az idő van mondom, remélem mert... visszajön, mert volt már ilyen csak aztán mindig rájönnek az emberek hogy jaj, de szép mozsika hát, meg hát ugyanúgy most persze John Williams, között, azért foglalkoztatva vannak tehát nem azt mondom, jön. hogy nincs foglalkoztatva a John Williams, meg a Patrick Doyle is foglalkoztatva van, csak nem nem írhat azt, amit amit szeretne ja, ez már be... ja, értem. igen, igen, tehát például van egy zseniális John Williams a, a zene, a Terminál. Vagy nem Terminál, kapjálható, bocsánat, Kecsméfjüken. Milyen a főcím, az eleje főcím? Hát no, az, nagyon szép dallama, valami így rémli. Az ilyen kis mozaikokból áll össze, és aztán összeáll az egész. Egy, ez fantasztikus. Ez most már nem biztos, hogy átmegy. Hát ez vágástól kezdve nagyon sok... Minden, mindenben. persze, hát változik a világ, tehát ez teljesen... Most nekem nem biztos, hogy tetszik ez, ami most van, ez a világ, vagy amerre fele megy az elektromos autótól kezdve a... a túl, túl erőltetettnek tartom ezt a, ezt a dolgot. De a filmművészem is azért, hogy egy tártól kezdve adni, elég sok izgalmas dolog is még mindig kap Lehetőséget, büdzsét. Persze, ilyen szempontból például a Netflix tökéletes. Meg hát nézem, mennyi streaming szolgáltató van. Hát tök jó sorozatok kerülnek föl folyamatosan. Most néztem a. A besugó is újra elérhető, a nagy a A showtime, volt, time? jól mondom? Uh, Sky Showtime. A Sky showtime. A showtime. Igen, 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 igen. igen, 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 igen. Ezt csak onnan látom, meg, hogy így mindig csippan a, a telefon. hogy Most ez is levette a sápot, de meg a Netflix is, meg a HBO Go is, meg a Disney. Úgyhogy ezek. Hát kérem nekem. És van időd még sorozatokra, ha már tehát behozta? A lányom, a nagyobbik lányom, ő lelkes sorozatnézés mindig mondja, hogy Apa most ezt meg ő kell az nézni. informátor Ő az informátor és a izét a, a money Heistet, ezt sajnos erre nagyon rákattantunk mind a ketten, de ugyanígy néztem meg a besúgót is, tehát leültem és egyben a nyolc részben A az, én az 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 ilyen m, antológia sorozatokat Tetszem hozzá, hogy tele van hibával én mint retro ö, retroautós. tehát rossz rendszámok vannak az autókon, nem Ergumburg. lehetett akart... nem, de hát most komolyan tényleg csinálsz egy olyan filmet, ami egyébként jó Hát miért nem lehet erre odafigyelni, üzenem az alkotóknak, hogyha készül második részt ingyen elvállalom, hogy ne legyen már egy 86-os rendszám egy 85-ben vagy 86-ban játszódó, tehát akkor nem vadonatúj az autó. Tehát érted, rossz, a használt ladára volt föltéve egy G-s rendszám, ami 86-os, egy G-us rendszám, vagy GR-es, nem is tudom. A film 86-ban játszódik, ha jól tudom. Ah, ezzel most megfogja. Szóval, hogy volt bele több zenei baki, ruhabaki, helyszínbaki. Az, zen... Igen, de az autós részét nagyon szívesen vállalom. De ha összesen beszéltünk büdzsékről, hogy milyen büdzsé van, és lehet, hogy a dupla büdzsé lett volna, akkor igen, nem, ez, nem De nem, hát gyönyörű, a, a, minden jó. Tehát jó autók vannak ott. Jó, mondjuk van egy kis polszki, ami akkor még nem az <laughs> egy modell de, de most ez teljesen mindegy, de, amúgy meg tök jó. Csak a rendszámok, hát most nem tök, nem, le lehet gyártatni ezt a rendszámot, könyörgöm. Csak kéne érteni hozzá, hogy hát mikor. Nem én. volt egy olyan szakértő, mint te. De... Na de hát van egy csomó ilyen szakértő, mint én. Hát akkor lehet, hogy hibáztak, tehát én nem ennyire jó, jó, jó. bele, a, a, hogy hogyan készül. Mondom, de? a film isteni, tehát nagyon szerettem, tényleg, és a, hát, a szuper megint elérhető szegény patkós, kollégámnak a fia a Marci, Patkós Marcia a főszereplő, egyik főszereplő, aki elképesztő jót játszik jó, benne. Most a Cica verzumból lesz a, a Cicának a hangja, ha jól hallottam. Minden, minden jót csinál, úgyhogy egy nagyon nagy tehetség az Örkény színház színészen. Igen, a Tillának van vele is egy nagyon jó kis propaganda adás, de tényleg nagyon-nagyon tehetséges. Igen. És még, még Na Hát fió. hogy oda kanyarodtunk? Az édesapja kollégám volt a fesztivál zenekarban. Jó, neked mondhatni, ki nem volt anyja? Na azért, dolgok, azért sokan. A hány azért helyen sokan. dolgoztál. Így... Igen, voltam pár helyen. De nem vagyok egy ilyen nagy vándor madár, mert 11 plusz 3 évet voltam a Danóbiába, 11 kettedik évadom ez a fesztivál és ötöt -öt voltam Pécsen. Hát ez nem egy Jean-Paul felmondó. De akkor hogy nem ajánlottak hamarabb szerződést a fesztivál Nem tudom, ennek mi így a metódus, a protokollja? Én annak örülök, hogy most kaptam. Hát ennek így kellett lennie. Ennek hán. így kellett lenni. Mindig úgy, anyám mindig azt mondja, mindig úgy jó, ahogy van. Ez egy bölcsmondás. Tehát így elfogadni az... Ne, abszolút. Nyilván hülyeséget nem csak ellene, de így, így alakult. És a Pogány Hány gyere fogod látni ma este? Szerintem 500, nem tudom, sok. De nem unom, nagyon jó film. Mert mindig ez... lehet, magadom, valami újat veszed észre, hogy a forgatási emlékbe ugri. Hát tehát azért így, egy kötő, Ez ezek után, tehát mondjuk a, a legutóbbit, amit szilveszter barátommal <laughs> szúrtunk ki, az az volt, hogy a, van egy ilyen, hogy ülnek a hajón és ezeket a legényeknek utána kell vagy a legénységeknek utána kell nézni, és a kent beszáll a motorcsónakba, és az apám még utána szól, és még valami. Parancsolj. Kösd be a cipőfűződet, mert az egész testületre nézve, és lenne, ha hasra esnél. Jó. Na most a kern egy bebújós cipőben van. Tehát, hogy szó nincs cipőfűzőről. a poén jó. Na hát most nem tudom, hogy direkt volt ez, de egy bebújósban van előtte, sajnos látszik, főleg a hogy digitálisan. egy egy narrációt, vagy egy, egy ilyen baki parádét? Nem nem, 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 szabad. Nem szabad. Most a csak semmi ott megnéztük németül, mert megvan az RTL-ből. Hát az nagyon nagy, hogy elkezdődik. Mata. Németesen a Mártnám. Mata. Hm. De lehet még olaszul, vagy még ki tudja, még hány nyelven meg lehetne csinálni. Német volt, azt tudom, orosz volt, Wow, az orosz hogyne, piacra hogyne. is megpróbálkoztak. Hogy ne? Ment. Ráadásul orosz, az oroszoknál nem volt, vagy mert nem szinkron volt, hanem al alámondás. Az az igaz. Az csuda. Én láttam annak idején az elvarázsolt dollárt a, 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 alámondással. <laughs> az orosz nyelv lett. Sírtam. Sírtam rajta. Igen, én még tanultam oroszt. Én voltam egyik utolsó. De ebben az a szép, hogy ezek nem bőrök, hanem hogy tényleg így még, még, még elevenen itt van velünk van a, a kultúrának része. Nekem ezért tetszik például itt Ausztriában, hogy van a, a, nép, népviselet, hogy itt az emberek használják. Tehát nem a vitrínben van, hanem ugyanúgy szerves része is. Az ilyen magyarországi népviselet, hogy az emberek egyszer előveszik, vagy öt évente előveszik, vagy akár az ilyen filmek, hogy amúgy lehet ezt szépen hagyományt ápolni, vagy, vagy szépen foglalkozni. Abszolút, a Madonnát azért is szeretem egyik, mert nem, nem öregszik. De egyik, nem, egyik nem film sem. Nem tudom. Nagyon, hát mert szak, szakmailag rendben van. Nagyon komoly szakemberek csináltak. Hildebrand István operatőr, hát micsoda, hát micsoda név. Még neked van egy Pirog Csabával is, tehát ilyen szakemberek Pirok van. Pirog Gábor az. Gábor, bocsánat. Persze. Igen, 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 igen. Tehát, hogy ő amúgy benne volt, nem, volt, azért az túl... A Madonnában nem volt benne, de a Pánikban benne volt. Tehát ilyen szakembereink vannak. Hát ez most a mostani túránknak az egyik képe. Balról Pirog Gábor, én állok mellette, a Balog Menyhért, menyus, és a Borossanyi. Ők, ők, benne voltak a, a pánikba is. A, a, Gábor benne volt a, a Hamis is. Hát ha, meg mennyi filmben? Tehát, de Persze, után, hát számta, olvastuk... most, csak a, most csak a csöpi hát csak a néziknek, hallgatóknak, hogy érdemes az ő, ő, ő karrierének is utána nézni, és még tényleg jó Persze. egészségnek nem régen meg könyv, úgy terve van vele is, hogy kihozom Bécsbe a könyv, Mindenképpen a kapcsán. Nagyon izgalmas. Nagyon karakter. jó a könyv, nagyon jó a könyve, olvastam, és és egészen elképesztő Pali, mind a három egyébként. Gábort ismertem régebbről, de a két jobb oldalon álló úri emberre most álkoztam, és hibátlan Palik. Hihetetlen figurák. Hogy kedves nézőink, hallgatóink, ugye ez a póló van Balázson most is, tehát ez már tényleg szlogen, vagy, vagy bend? persze. Belefogtam egy ilyen kis üzleti vállalkozásba, hogy, hogy, nem is az üzlet része miatt, hanem, hanem egyáltalán, hogy egy, ilyen... A, a abszolút, a abszolút így. És négyféle mintával. A Gáboron pedig egy hamis van, az a gyere le, gyere fel. Jó, akkor ennyire nem volt Hol lehet ezeket a pólókat megvenni? Meg, meg Én szerezen? megvásároltam az ötvöscsöpi.hu-t, és uh, hamarosan indul a honlap. Ah, most tulajdonképpen a próba, próbamodellek vannak, van mindenkin. <laughs> Jó, akkor azt a linket, ö, már él a link, vagy még? Ö, azonnal oda belinkelem alá. Jó. Még, tehát már az enyém, most ma küldte a... Ú, a, az ennyire friss? Annyira, mert foglalt volt. Képzeld el, hogy a Mázlin volt, le volt foglalva az ötvös csöpi.hu, illetve otvos csöpi.hu. Hát valaki rafinált volt. Igen, de elengedte. Ó, oh, szép. Lejárt valószínűleg, és szabad ah. volt. És mindig évente megnéztem egyszer-kétszer, hogy szabad-e. És tavaly nem volt szabad, tavaly mondom, megnéztem. megnézem nem hiszem el, azonnal. Aha. És senki nem támadta meg, úgyhogy ma, egyébként pont ma reggel kaptam a, az e-mailt, hogy megvan. Én nemrég lett honlapom, szóval hogy egy, honlapot összerakni, életbe tartom, hogy az nem kis munka, és örülök. Mert. Nem, nem kis munka, és kisebbik lányom. Mm. Hallod, Lili? Hogy ahogy megbeszéltük, számítok a segítségedre. Most már muszáj. Nem, tőle, Igen. nem én ezt már megbeszéltük, hogy ő most első éves egyetemista lesz, és akkor nyilván egy kis anyagi juttatásért cserébe. És akkor a zene művészet megfertőzte így a családi hagyományok. Feleségem hegedű művész, szintén játszik a fesztivál Na, van, is közös fotórólatok. Igen, az és... azt hiszem a Danubiás képünk. Ez 2000-ben volt, már kis pocakban van a, a nagyobbik lányunk. Hát marha érdekes, mert a feleségem most 28 éves, én meg 48, és akkor is itt, itt viszont még egy idősek vagyunk, tehát hogy egész elképesztő, nem öregszik. Ez szép. Ez szép. Hát akkor már így az anyamében is, amúgy ez fel már, és meg több pszichológus mondja, hogy az a kilenc hónap is nagyon meghatározó. Meghatározó volt, nem lett egyik gyerek se zenész. Hogyhogy? Hogy? Ö, ö, Lili nagyon-nagyon tehetséges volt ö, bármilyen zenében. Juli nagyon-nagyon szereti a zenét. Ö, nincs olyan jó füle. Mm. Ezt nagyon tapintatosan mondtam. É, és, de nagyon-nagyon szereti a zenét, és nagyon jó ritmus érzéke van. Lili viszont valahogy nem. Azt mondta, hogy ez, ez túl sok munka. Vagy nem tudom. Hát, igaz, hogy nem, nem, van. nem akar. Azért ez Na jó, de én, én pénzért jártam be a világot. Az nem jó? Igaz, hogy csak azt tudom megmondani, hogy abból a szállodából, hogy kell elmenni abba a koncertre. Be... Igen, igen. Ez, ugye... de, hát ez, ez, jó volt, hogy voltunk egyszer Ulmba, még a Danubiával, és ott az Dóm, az egy nagyon komoly, vagy nem Ulmba, bocsánat, de igen, Ulmba. Ott is biztos van Dóm. volt el egy ilyen hatalmas, de hol volt ez? Nem, nem Ulmba volt. Én el. Ulmba voltam, és ott van Dóm. Akkor legyen ott. De teljesen mindegy, és az volt, hogy jöttünk haza. Tehát kimentünk, busszal megérkeztünk, éjjel beventünk számba, reggeliztünk, elmentünk főpróba, hazamentem, aludtam délután, koncert, vagy délután még egy beülőpróba ezt ez a koncert. Ez ilyen. Másnap haza. Na és voltál a domban? Milyen domban? Azt se tudtam, hogy van dób. Ez a mostani kép, amit kiraktál. Ez tíz, tíz, ez, ez, 14 es kép, ez, ez, ez Bécsben ez, Bécs, igen, ez Bécsben van, ez a kép. Ez 2014. február 16. enné a Morikónével turnéztunk. Az hat, az hat, koncert volt, igen, hat koncert volt. és, és ez az utolsó koncertnek a hangbeállása. Adok a filmet? Láttad róla? Persze. persze. Én még nem láttam, majd, majd tervezem, tervezem. Nagyon, nagyon tehát semmilyen nyelven nem beszélt, csak olaszul. És egy kőkemény pali volt. És itt az is éreztem ezt meg ezt a február 16-át, mert a feleségemnek a születésnapja. Gál Béla barátomnak aznak született meg a lánya, ő volt a Cselló Szólam vezető ezen a koncerten, aznap született a kislánya. És a Ennio Morricone föl szót kért a végén, vége volt a hangbeállásnak, és azt mondta, hogy nagyon szépen köszöni ezt az öt, mindjárt hat koncertet, mert ő az elmúlt 50 évben játszott nagyon sok olyan zenekarral, akikben nagyon jó muzsikusok ültek, de nem szerették az ő zenőjét. Játszott nagyon sok olyan zenekarral, ahol nem ültek olyan jó muzsikusok, de nagyon szerették az ő zenőjét és most így 86 évesen, vagy 87 évesen játszik egy olyan zenekarra, vagy 86 éves volt, egy olyan zenekarra, akik nagyon jó muzsikusok, és nagyon szeretik a zenéjét. Tehát, hogy ez neki nem jött össze csak akkor. És ez, hát ez, ezt mondja egy Ennio Morikon, és nem volt egy szóval nem az volt, hogy egy udvarias típus, és némi könycsepp is ottan volt a szemem sarkába. meg megmondom őszintén, hogy nekünk is. Tehát ez, ez, ezek olyan pillanatok voltak, hogy még mit akarok én? tehát hogy Hát ezért zenél az ember, azért ezért. És a, a másik meg az volt, hogy a, fev, a február elején volt a Párizsban a koncertje, ennek a turnénak. Ez egy hat koncertes turné volt. Voltunk Zürichben, Berlinben, Prágában, Bécsben, Budapesten is volt egy, és mit hagyok ki? Ja, és Párizsban. És a Párizsi volt az első. És a Párizsi koncert utáni nap, Michelle-legra, a háromszoros Oscar díjas legenda, bejelentkezett, hogy egy filmzenénk. Hallotta tegnap a koncertet, nagyon tetszett a zenekar, és hogy van a lehetőség a hó végén, vagy március elején Budapesten stúdiófelvételt készíteni. Mondtuk, hogy hát ez azt hittük, hogy hülyéskedik valaki, de nem. Tényleg ő volt, és jött, és megcsináltuk a felvételt. Úgyhogy nekem Morikon és Lögram egy hónapon belül megvolt. Ez nem sokan mondhatják Hát el. ezt azt hiszem nem. Még a zenekarom tagjai közül még egy pár, pár tizen, de körülbelül egy ilyen hihetetlen figurák. Ő, azok a, tehát a, a bölények. Tehát, hogy ilyen zenéket írni, ez nem lesz már. Tehát, vitatkozik vele, de nem, nem tudom. Remélem, hogy nincs igazad. De... Ilyen, ilyen filmzene, zeneszerző legenda, mint a nem meg a Michel Ez nem, nem, A kor nem engedi, hogy legyen. Tehát annyira gyorsan változik minden. Lehet, hogy, lehet, hogy három évig sztár lesz valaki, vagy öt évig, vagy tíz évig, de aztán elengedik, és akkor már nem lesz annyira sztár. Jó, szerintem a Hans Zimmer is még mindig sztár. Persze, 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 de nem, de ne, az nem ugyanaz. Ez nem ugyanaz. A világ nem ugyanaz. A házcímer világa. Ez egy jó kép, amit most látunk egyébként. Ez a Pannon Filharmonikusokkal volt egy ö, lemez, Fekete Kovács Kornél barátom kvintetje, és a Pannon Filharmonikus a zenekar, és a Kovács ö, László vezényelt, én voltam a koncertmester. Ez 2010-es lemez, 10 tízbe vettük föl. Nem, kilencbe vettük föl, bocsánat, kilenc őszén, édesapám halála után. Az egy, az egy tényleg brutál év lehetett. Az brutális volt. volt, az sok volt, igen, az sok volt. Sok volt, a munka az az elterelt bizonyos mértékben, de hát ez van. Ez a Quintet, ez, ez még... Én a... azt hiszem, hogy most már nincsen, de ez egy, ez egy nagyon komoly lemez lett, egy szimfonikus jazz. Tehát, hogy van egy jazz quintet, amiben van zongora, dob, bőgő, trombita és szaxofon. Vagy szárnykürt és szaxofon. Tehát a kornél hát mind a kettő játszik. Alkalmas. És és elképesztő muzsikák, tehát hihetetlen jó, jó e te, zenék. Te úgy nyitsz a jazz fele, valahogy így hogy nagyon izgalmas, nagyon kemény, tehát Abszolút nagyon, és nagyon beszéltél. Így, így van, a... és nagyon-nagyon fejleszt. Tehát az, akit most nem akarom megnevezni, azt a karmestert, aki azt mondta, hogy ja, hát a jazzet hát hallgatod egy órát, és megvan. Tehát, hogy ezt most nem mondom el, hogy ki volt ő, de nincs igaza. Tehát ez, ez, egy, ez egy... Ha... Azt nézzük, hogy még a klasszikus zenészek sokkal szabadabban játszhatunk, mint a jazz zenészek. Ezt ők irigylik tőlünk. Én viszont azt irigylem tőlük, vagy mi, hogy le van írva bármilyen bonyolult ritmusképlet, és ezt azonnal megfejtik. Tehát hogy sírok ezen. És olyan. Értségenyő, nyugodtan érzékenyül. Hát Persze, nem, hát ez, ez csuda jó. Tehát ez sose az a jó, ami nekem van, mert mindig mindig a szomszéd, szomszéd zenéje, mindig zöldebb. De nem, hát szóval ez fantasztikus, amit, amit csinálnak, és nagyon örülök, hogy Kornél, Kornélt a, a, nagyon szűk, legjobb barátaim között tarthatom számon, és nagyon sokat dolgozunk együtt, az utóbbi időben annyira nem, de... Hát hallgatja, és akkor, hm, na jó, akkor fel kéne hívni. Majd átküldöm majd neki, hogyha ez hm. elérhető lesz. És akkor lehet, hogy még a jazz fogsz még foglalkozni, vagy lesznek Mindenképpen, a fúzió. folyamatosan foglalkozom, és az improvizálást azt egy nagyon nagyon, nagyon jó dolog. Tehát abból a szempontból tartom, borzasztóan fejleszt. Tudod? Tehát, hogy az, hogy... hogy Tudogatok, nem vagyok zenész, de... Nem, elhiszem. hát most az, hogy játszol valamit a saját fejedből, és hú, na, hú, ez ilyen, az olyan, és akkor a kísérletezés, stb. A és ez, igen, tehát ez, ez nagyon jót tesz annak, ami egyszer már meg van írva. Tehát a, a leírtat húzza föl ez, ez, ez nagyon jó. Mindig, amikor, amikor ez van, hogy improvizálson, utána sokkal jobban megy a, a mit tudom én, a, a Bartók. Ez, ez összefügg minden mindennel. A Bartók is egyébként a rendkívül szeret, tisztelte és szerette a jazz-t. És, és nagyon elismeréssel, ugyanezekért a ritmus. Tehát, hogy ott nincs mese, ott van egy dob, és az, az nem fog megvárni téged. Mert a zenekarban a többiek, nyitjuk, kinyitjuk a fülünket, és csinálunk egy ilyen hajlítást, és akkor jaj, hát egy kicsit később jött az egy, akkor nem baj. Hát akkor majd megvárjuk. Az, és az kell oda, tehát az úgy jó. De de az jazzben nincs ilyen. Hát ott, ott az kegyetlen mértékegységek vannak. Ajánlasz valakit, vagy a Fekete Kovács Kornélnak a Youtube csatornát berakhatom, hogyha egy jazz, jazz beugrik, akkor... Mindenki, a Mao-nak a, esetleg az ő, az ő Big benje a Modern Art Orchestra. Kapolcson elkaptam őket párszor, hála az égnek. Igen. Volt hozzájuk szerencsé. Akkor még hajóssal is volt ez a... Hájú, a, a gyereklemez oktat... volt, persze. Nagyon-nagyon izgalmas fúziók voltak, meg hogy közelebb jó, hozni. Persze. Ugye a, a... Fischer Iván is ezt csinálja a fesztiválzenekarral, közelebb hozni. Van a midnight music, ahogy akartak, csak fiatalok vannak, az 11-kor kezdődik esténként, és egy szimfóniát mutatunk be, Iván beszél róla, nagy humorral, és egy nagyon jó pofa az egész, és nagyon szeretik, a, a közönség is szereti, mert mi is szeretjük. Ez egy jó, ez csak jó későn van. van. De, nem baj, isteni. De jó közben a és hogy az operát próbálja hozni, tehát ezek, ezek kellenek, meg lehet Abszolút, abszolút. Pécset volt a segítség komoly zene. Az is egy, egy ilyen próbálkozás volt, egy ideig én vezettem azt a műsort. Az nagyon gyerek, gyerekeknek, az, az gyerekeknek, gyerekeknek volt, igen. De hát, hogy ez nem egy izé, nem egy. Nem, ne, nem, nem egy, egy ilyen rettenetesen elvont, mert ugye azt, mindenki azt érzi, hogy úrja, a komoly zene, Jézus már, hát nem, nem hagyjuk ezt. Ezek olyan komoly emberek. Persze, rettenetesen komoly emberek vagyunk. Csak a hülyeség. Igen. Tartsátok meg jó szokást. Megtartjuk, a ezt, mert ezt ígérhetem. Kedves nézők, hallgatóink, ebben az adásban ennyit e, terveztem belerakni, de ha élőben szeretnétek elkapni, és itt vagytok Bécsben, akkor Balást, meg a filmet a kollégium Hungarikumban meg tudjátok nézni. Jó szívvel ajánlom, tehát egy remek hétfő esti program. Balás, köszönöm szépen, hogy itt volt. Egy gyere máskor is, hogyha Bécsbe jársz, Gyere vissza! Köszönöm a meghívést, élek vele. És nézzünk, hallgatunk, hogyha hasznos volt az adás, osszátok meg ismerőseitekkel, ha van bármilyen élményetek, akár a Pogány Madonnával, komoly zenével, klasszikus zenével, jazzzel, írjátok meg kommentben, szívesen olvasom, és még nem tetitek meg, iratkozzatok fel a csatornára, és találkozunk legközelebb is. Legyen szép napotok, sziasztok!